estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László, evangélikus lelkész vagyok, és a KUT műsor második évadának második adását láthatják. Az elmúlt héten már találkozhattunk, és remélem, hogy a kedves tévénézők megszokták ezt a kis változást, hogy kett helyett hétfőnként van az adás. Remélem, ugyanolyan sokan vannak velünk együtt a ország minden részéből, mint ahogy keddenként is itt voltak. Az elmúlt héten már elmondtam a kedves tévénézőknek azt, hogy nagyon sok szeretettel várjuk az észrevételeiket, nem csak telefonon, hanem e-mailben is. Van egy e-mail címünk, ezt látni fogják az adás folyamán többször kiírva a képernyő aljára, ez a kutpax.tv@gmail.com. Ide várjuk az észrevételeiket és azoknak a hozzászólásait, akik talán élőben a telefonon keresztül nem tudják, nem merik elmondani a gondolataikat. Megtehetik itt, és ígérem, hogy fel fogom olvasni, és válaszolni fogunk ezekre a kérdésekre. Szeretettel mondom a kedves tévénézőknek, hogy ez a mai adás, ahogy megszokhatták, egy felvett adás. Kérem, hogy ne telefonáljanak. Mindig szokott lenni egy-két tévénéző, akit annyira inspirál mindaz, ami elhangzik, hogy ilyenkor is próbál adásba kerülni. Tőle azt kérem, hogy őrizze meg a gondolatát a jövő hétre, amikor újra élő adással jelentkezünk. Az elmúlt héten már megismerkedhettek két vendégemmel, Bordács Margittal és Lázár Péterrel, pedagógusokkal. Az elmúlt héten általánosságban próbáltunk beszélgetni a nehéz helyzetben lévő embereknek az életéről, és mindarról a szolgálatról, amit ők is végeznek. A mai alkalommal pedig egy személyesebb portré műsorra várom a kedves tévénézőket, hogy megismerhetik ennek a két embernek az életútját, és mindazt, amit ma igyekeznek elvégezni a fiatalok és azok között, akiket rájuk bízott az Úristen. Láthatnak a kedves tévénézők egy megújult díszletet is. Én ebben az adásban is nagyon köszönöm a tévé munkatársainak, hogy ezt ide varázsolták. És a mai adásban is lesz bejátszás, ami szintén egy újdonság, és ha a technika is engedi, akkor ide 250 kilométerre fogunk megszólítani egy nagyon kedves vendéget. Hát így induljon most az adás. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket újra itt a stúdióba. Isten hozott titeket. Szeretnék felolvasni egy honlapról egy idézetet, amit Péter írt, és az lenne valahogy ennek a beszélgetésnek a menete, hogy eljutnánk oda, hogy mindez hogy vált valósággá. Ez egy nagyon szép idézet, és nagyon fontos, hogy ezzel találkozzunk, de hát ez egy 20 éves, vagy talán a te életedben egy még hosszabb folyamat volt. Így szól ez az idézet. A kedves ház egy olyan hely, ahol jó gyereknek lenni azoknak is, akiknek otthon a szüleik nem tudják megadni mindazt, amit más családok igen. A kedves házban 20 év alatt közel 120 gyerek nőtt fel. Mit ad a kedves ház az itt lakó nehéz sorsú családok gyermekeinek? Törődést, szeretetet, melegételt, játékot és biztonságot, tanulási feltételeket és továbbtanulási lehetőséget. Esélyt egy boldogabb gyermekkor megéléséhez, esélyt, hogy felnőve azzá váljanak, akik lehetnének. Ezt fogalmazza meg a mai felnőtt Lázár Péter, aki nagyon sok mindenen átesett, és nagyon sok mindent megtapasztalt és megélt. Kezdjük valahol tényleg a kezdeteknél, a gyermekkorodnál. Nem indult könnyen az életed, ha erről mondanál egy pár szót. Valóban nem indult könnyen. 4 éves korú lehettem, amikor anyám több testvéremmel együtt vonatra szállított bennünket, és elvitt Nyíregyházára, a gyermekvédő intézetbe. És akkor ott ültünk a padon, és azt mondta, hogy most itt kell maradjatok, majd visszajövök értetek. És elment, és nem jött vissza. Na, itt volt egy óriási törésszakadás, és én intézetbe kerültem. Később tudatosult ez bennem, hogy nincs többé anya, nincs többé az a megszokott világ, ahol eddig éltem. Van viszont jó sok gyerek, akinek ugyanúgy nincsenek szülei, nincs apja, meg nincs anyja, és mindig föl kell kelni, mindig sorba kell állni, mindig együtt kell enni, és mindent együtt kell csinálni. Először egy kemény, nehéz világ volt, de aztán valahogy a jó Isten mindig valamerre, vagy meg valahogyan
az ember útját egyengeti, és az én utamba került két fantasztikus ember az intézetbe, Edit néni és Miklós bácsi, akik egy házas pár voltak, és ők neveltek engem. Edit néni volt a nevelőtanárom, és Miklós bácsi pedig a tanítóm. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert 8 éven keresztül neveltek minket. 30-an voltunk egy csoportban, és mind a 30 azt gondolta, hogy őt szereti a legjobban, őt Edit néni, meg Miklós bácsi. Én is azt gondoltam, azt hittem, és amikor 8-os lettem, és el kellett dönteni, hogy hova megyek tovább tanulni, Edit néni mondta, hogy téged gimnáziumba szeretnénk küldeni. Azért, mert benned hiszünk, benned bízunk, hogy te megállod a helyed. Én jobban szerettem volna asztalos lenni, de Edit néni azt mondta, hogy az is egy jó szakma, de ráérsz még asztaloskodni, előbb tanulj. Miklós bácsi azt mondta, hogy neked Isten adta, fejed van, eszed van, és nagyon-nagyon jó adottságaid vannak, tanulj. A tudás hatalom, mondta ő. És akkor még nem értettem, mit jelent az, hogy a tudás hatalom. Ő azt mondta, hogy ezzel fogsz tudni érvényesülni, és a munkád mindig igazolni fog téged. És abban, abban az időben jellemző volt az, hogy az állami gondozásból a fiatalok gimnáziumba mentek tovább tanulni? Nem, Edit néni féltett is, azt mondta, hogy azért féltünk téged, mert te hátrányos helyzetű vagy. Ezt a szót abban az időben nem nagyon használták. És megkérdeztem, mi az, hogy hátrányos helyzet? Edit néni azt mondta, hogy cigány vagy, meg állami gondozott. Ez két stigma. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz. Készülj fel rá. De mi mindig ott leszünk neked, hogyha segítség kell. És én így mentem gimnáziumba. És nem tértem le az útról. Azért nem tértem le, mert Edit néni és Miklós bácsi hitt bennem. És bizonyítani akartam, hogy képes vagyok. Azóta sem teszek más, hogyha belegondolok, hogy éltem, örökké csak bizonyítok. Ez valamilyen állami gondozott betegség. Azt hiszem, hogy az állami gondozottak, azok mindig bizonyítanak. És nagyon érdekes, hogy azok az állami gondozottak, meg lehet figyelni, akiknek volt kulcsember az életükben, azok nem vesznek el. Azok ott maradnak az úton, és valamit tesznek, valami nyomot hagynak maguk után. El fogunk jutni majd a beszélgetésben a Kedvesház pedagógiáig. Erről írtatok közösen egy könyvet, és a könyvnek az elején idézel egy mondatot Edit nénitől és Miklós bácsitől, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, ez így szól. Nem az a fontos, hogy honnan jöttél, hanem az, hogy hová tartasz, de soha ne feledd el, hogy honnan jöttél. Most mindez, amit elmondtál, ebbe benne van az, hogy soha nem akartad, vagy nem tudtad elfelejteni, hogy honnan jöttél. És azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy mennyire volt ez a stigmot akkoriban egy gimnáziumban az életeden. Előtte hagyd mondjak még el egy titkot, amit soha nem mondtam el, csak Margónak. Mert Margó mindig kérdezte tőlem, hogy olyan csoda, hogy te ilyen egészséges tudtál maradni. És ennek az volt az oka, hogy mindig voltak célok. Mert Edit néni és Miklós bácsi mindig azt mondta, hogy célokban kell gondolkodnod, és célokban kell élned. Élni kell az álmaidat. De hogy egy intézetben, ahol mindenki ellened van, mint a Dzsungel könyvében, mikor Mowgli bekerül egy világba, és nem érti, és az idegen, és meg kell tudni maradni életben. Nekem az Isten volt a mindenem. Találtam magamnak valakit, aki csak az enyém volt, és tudtam, hogy ő vigyáz rám, és csak rám vigyáz, és mindent megad nekem, ami csak kell, csak szólnom kell. Éjszakánként, amikor féltem, vagy halálfélelmem volt, nekem volt egy titkos ajtóm, és azt kinyitottam, és ő ott volt, és vigyázott rám, és gondoskodott rólam. És hogyha valami rosszért, vagy bántottak, akkor is hozzáfordultam, és ő megvédett. Így sikerült nekem aztán megmaradni az úton végig. És az állami gondozott otthonból jártál be a gimnáziumba, vagy kollégiumban? Nem.
Nem, nyolcadikos korom után elkerültem Kisvárdára, a Besenyei gimnáziumba, és én ott kollégista lettem szünetekben, amikor mindenki más hazament, én az intézetben mentem haza, és ott töltöttem a szünetet, de csak a szüneteket. Lehet, hogy ez fájó kérdés lesz, és akkor elnézést érte, de mennyire volt édesanyáddal kapcsolatod közben? Nem volt édesanyámmal kapcsolatom, olyannyira, hogy én nagyon gyűlöltem az anyámat nagyon-nagyon sokáig, kicsi gyerekként. Mert bántott, nem, gyűlöltem, hogy elhagyott, hogy ott hagyott. Aztán, ahogy teltek az évek, ez a gyűlölet inkább fájdalommá, meg vágyakozássá enyhült, és egészen addig, míg tanár nem lettem, és utána elmentem meglátogatni anyámat a cigánytelepre. És nagyon-nagyon jól tettem. Tehát meg kellett érni bennem annak a gondolatnak, és annak az akaratnak, hogy én megkeressem őt. Sose felejtem el. Megérkeztem, kiszálltam az autóból, jött anyám, sok más rokonnal együtt, és annyit mondott, hogy hazajöttél, Peti fiam, most már nyugodtan halok meg. Bementünk a házba, minden, ami addig megjelent róla, Nőklapjától kezdve Kelet-Magyarország cikk, mind ott volt a falon. Minden tudott rólam, és nagyon büszke volt rám. Uh-huh. És akkor értettem meg, hogy miért adott be. Ez volt a jó út neki, meg nekem. Ha ott maradok, akkor valószínű, nem találkozom Edit nénivel, nem jártam volna ki az iskolát, gimnáziumot, főiskolát, egyetemet, biztos, hogy nem. És igenis, amikor meghalt, én békével tudtam elengedni, mert ő ezzel tette a legjobbat, hogy engem ott és akkor beadott az intézetbe. Itt egy picit most befejezzük a beszélgetést veled, hiszen ha a kedves tévénézők számára nem lett volna nyilvánvaló eddig, akkor Margita feleséged. Azt szeretném kérdezni, hogy neked körülbelül eddig a gimnázium végéig hogy alakult az életed? Merről származol? Hol nőttél föl? Én Budapesten születtem, itt is nőttem fel. 9 éves voltam, amikor meghalt az apukám, és testvérem nem volt, anyukámmal ketten éltünk, ő nevelt fel. Nekem viszonylag sima életutam volt, annak ellenére, hogy az édesanyám sem volt egy tanult ember, de hogy számára a tanultság az fontos dolog volt. Ezért én nappali tagozaton jártam gimnáziumba, főiskolára, és ő nem kevés munkával és energiával dolgozott azon, hogy én el tudjam végezni ezeket az iskolákat, és ne kelljen emellett dolgoznom. Tehát ebből a szempontból nekem egy egyszerűbb életem volt. Abból a szempontból viszont nem, hogy az apukám korán meghalt, hogy így a rokonság messze lakott, tehát mi Budapesten tulajdonképpen ketten voltunk, és ez egy kicsit ilyen elszigeteltséget okozott, vagy magányosságot. És az érettségi után neked természetes volt, hogy a pedagógus pályára mész? Egyből oda mentél, vagy? Én gyógypedagógus vagyok, gyógypedagógiai főiskolára jelentkeztem, és oda fel is vettek. Nekem ez így igen természetes volt, valahol engem mindig érdekelt a szokványostól, a megszokottól egy kicsit eltérő, ami egy kicsit más, ami egy kicsit kihívás, amit érdekes megismerni, amit nem olyan könnyű kezelni. Tehát ezek a problémák mindig is vonzottak.
és érdekeltek az ilyen emberek is, és ezért mentem erre a főiskolára. Uh-huh. És a gyógypedagógiának, hogy tudom, azért több területe van, te melyik, kikkel foglalkoztál elsősorban? Hát én az érdemi fogyatékos szakot végeztem el, és a hallássérült szakot, de az érdemi fogyatékos vonalon dolgoztam inkább, később pedig nevelési tanácsadóban. Uh-huh. És akkor egymástól olyan 250 kilométerre úgy ment az életetek. Neked egy nagy lépcső volt, mondtad, hogy gimnázium, állami gondozottként, romaként, utána főiskola, egyetem. Kinyílt a világ a gimnáziumban, az egy fantasztikus érzés volt, de egy nagyon nagy felelősség is. És aztán, hogy felvettek a főiskolára, biológia testnevelés szakot végeztem el, és visszamentem abban a nevelőotthonban tanítani, ahol felnőttem állami gondozott gyerekeket, mint amilyen voltam én is. És ez a biztos mindenki így van vele, hogy megváltod a világot, hogy most már te is képes vagy, és most már vagy valaki. Egy negyedikes csoportot kaptam, én voltam a nevelőjük, és nyilván mindent úgy próbáltam csinálni, ahogy azt tanultam Edit nénitől, Miklós bácsitól, hihetetlen nagy szeretettel, türelemmel, odaadással, és nagyon nagy aktivitással. Tehát nekem nem volt szolgálat, hogy most be vagyok osztva, vagy nem vagyok beosztva szolgálatban, hanem én mindig a gyerekekkel voltam. Megtanítottam őket zenélni, sportolni, színjátszani, és megyei meg országos versenyeket nyertek, mindenféle hangszeren megtanítottam őket zenélni, a Dzsungel könyve című könyvből zenét írtam, megírtam az összes Kipling verset, és ezt a gyerekekkel megtanultuk, és gondold el, hogy milyen fantasztikus dolog volt, amikor a színpadon látsz csupa 10-12 éves gyereket, basszusgitár, dobfelszerelés, minden, és megszólal a zene. És aztán, hogy ne kalódjon el ez az érték, 10 gyereket magamhoz vettem, és kiköltöztünk Nyírtelekre, létrehoztam egy alapítványot, a mostani kedves házba, akkor még a széltolóháznak hívták, mert hogy a zenekart úgy hívták, hogy széltoló, és ebből adódóan a háznak is ez lett a neve. És aztán én 10 állami gondozott gyereknek lettem az apukája, az én saját 3 gyerekem mellett. És neveltem őket nagykorúságukig, és utána, mikor ők megnőttek és kirepültek, akkor hallottam a faluban, hogy van egy megüresedett állás az iskolába, és én ezt elvállaltam. Cigány gyerekeket kellett tanítani, olyan gyerekeket, akik a tanyabokrokból jártak, ha jártak iskolába, mert hogy a probléma az volt velük, hogy nem akartak tanulni, nem akartak iskolába járni, és nem igazán lehetett tanítani sem őket. És én pedig kimentem a cigánytelepre, megismertem a szülőket, elkezdtem játszani a gyerekekkel, hidat építettem a családok felé, meg a szülők felé, megismertek engem, és szeptemberben elkezdtem tanítani. Nem úgy, ahogy eddig tanítottak, nem voltak 3-soros padsorok, játékszoba volt, szőnyeg volt, mese volt, gitár volt, és így tanultunk. És ez a módszer később kedvesház pedagógia néven vált ismerté, és a kedvesházat pedig azért hoztam létre, mert ezek a gyerekek sikeresek voltak az iskolában. Behozták a lemaradásukat, és megszűnt az a korrekciós osztály, amiben én kezdtem. Mindenki normál korosztályának megfelelő normál osztályba került, de valami hiányzott. Valami, amitől jó gyereknek lenni. Mert ezek a gyerekek minden nap visszamentek abba a nincsbe, abba a szükségbe, abba a hiányba, ahol zsírpapírral van az ablak, ahol gond és komoly munka, vagy nehézség, hogy legyen tüzelőanyag és krumpli főtétel, és azt akartam, hogy nekik is jó gyerekkoruk legyen. És létrehoztam ezt a kedves házat, ami most is működik, 20 éve már, és 25 gyerek él benne, és
már működött a Kedvesház vagy 3 éve, amikor egyszer csak találkoztunk egy konferencián Budapesten. Mielőtt erről szó lenne, még egy pillanatra hadd lépjek vissza. Említetted, hogy 3 saját gyermeked volt, és egyszer csak melléjük hoztál 10-et. Ezt hogy fogadták a gyermek? Mennyi idősek voltak akkor, fiúk, lányok? Ők belenőttek ebbe az egész dologba, hiszen Berkeszen, a nevelő otthonban, ahogy én, amikor én nevelő voltam ezeknek a gyerekeknek, akkor ők mindig ott voltak, ahol én. És amikor kivittem őket az intézetből, és elkezdtem őket saját családomként nevelni, akkor mivel ők kicsik voltak még, ezért majdnem, hogy tehát ők voltak a legkisebb testvérek. Az Anita az nagyon élvezte ezt az egész dolgot, mert ő volt akkor még csak 3 éves, és hát kézről kézre járt. A nagyok pedig tanították az én gyerekeimet mindenféle dologra. Tehát egy jó nagy család voltunk. De nyilván kevesebb idő jutott a saját gyerekeimre. Tehát ha azt kérdeznéd, hogy újra csinálnám ezt, vagy mit csinálnék másképp, akkor mindenképpen arra törekednék, hogy a saját gyerekeimnek is 24-én legyen Szenteste, és 25-én Karácsony. Mi körülbelül egy évvel ezelőtt találkoztunk először, talán Réf Fülöpön egy ilyen evangélikus konferencián, és amikor mindezt elmondtad, akkor, ha jól emlékszem, én annyit mondtam, hogy ugyan, tehát azt teszed, amit egy jó evangélikus lelkésznek kéne, és ugyanazokat a nehézségeket is éled át. Tehát ezt, amit elmondtál, ezt lelkészként, hogy mondjuk a gyerekemnek 24-én legyen a karácsonya, ismerek olyan lelkészt, aki ezt már feladta, és 23-án tartja a karácsonyt egy-két rossz élmény után, ez ugyanez. Tehát egy lelkésznek ugyanígy kellene menni házról házra, ugyanezzel a szellemiséggel, lelkiséggel megszólítani az embereket, segíteni, és mellette, hát ha nem is otthon van 10 másik gyermek, de van egy gyülekezete, aki mellett fontos, hogy az embernek jusson ideje a családjára is, tehát ez abszolút együtt tudok érezni veled, hogy ez milyen lehetett. És akkor itt visszalépnénk, csak kicsit visszaugrottunk, hogy akkor működött 3 éve a Kedvesház, erről még akkor mindjárt fogunk beszélgetni, és akkor találkoztatok. Igen, Budapesten egy konferencián. Én nézegettem, akkor én a Montessori iskolának voltam a vezetője, ami Budapesten működött, és nézegettem a Kedvesház kollégium által kirakott különböző gyerekmunkákat, meg a kollégium életét bemutató fotókat, meg kis tárgyakat. És úgy ilyen kicsit ismerősnek, vagy érthetőnek találtam, tehát valahol úgy értettem mindjárt, hogy mit látok. Mivel a Montessori iskola, mint alternatív iskola, azért sok tekintetben hasonló elveken működött. És akkor odalépett a Péter, és kérdezte, hogy elmagyarázza-e, és mondtam, hogy nem, köszi, mindent értek. És aztán később, jó néhány hónappal később, mikor elmentem a Kedvesház kollégiumba, és ott személyesen is megtapasztaltam. Péter hívott meg? Igen. És valamilyen céllal hívtad meg már, vagy? Én azonnal beleszerettem. Azért mentem oda megkérdezni, hogy segítsek, és ő azt mondta, hogy nem. Na, erre aztán minden nap felhívtam, és egész jól elbeszélgettünk, tehát rögtön kiderült, hogy annyi közös van bennünk, és az a szemlélet, és az, ahogy mi látunk dolgokat, az annyira hasonló. Aha. És ezért mondtam, hogy akkor gyere és nézd meg, milyenek ezek a gyerekek. Igen, és ez egy ilyen fantasztikus, több gondolat is belém hasított. Az egyik az volt, hogy én mindig vonzottam a hagyományostól eltérő pedagógiák és megoldási módok iránt. Éppen ezért gondoltam azt, hogy a Montessori pedagógiát meg kéne tanulni, azt csak külföldön lehetett megtanulni, nehézségek árán vizsgázni, kijárni. Nem volt egy egyszerű dolog, és ráadásul maga a módszer, ami nagyon-nagyon jó,
de hát nagyon drága, mert a Montessori eszközök azok nagyon sokba kerülnek. És akkor elmentem Irtelekre, és azt láttam, hogy van egy ugyanolyan hatékonyan és eredményesen működő módszer, amit meg lehet tanulni Magyarországon, magyarul, nem kell külföldre menni, és sokkal olcsóbb. Tehát fillérekből ahhoz képest meg lehet valósítani, és mégis hihetetlen eredményei vannak, és ez így egy nagy felismerés volt, és nagyon beleszerettem ebbe a módszerbe, ebbe a pedagógiába, ebbe a programba. De hát igazából nagyon, nagyon érdekes volt a maga Péter személyisége is, tehát ahogy ez a furcsaság, ez a különösség, hogy az ember mindig kiszámíthatatlanság, hogy soha nem tudtad, hogy fog egy problémát akár egy gyerekkel, egy szülővel, egy hivatalban kezelni, de az teljesen biztos volt, hogy meg fogja oldani. Tehát ez az egy biztos, ez volt kiszámítható, de hogy ez hogy fog történni, az nem. A gyerekek is nagyon megleptek, mikor először találkoztam velük, mert arra számítottam, hogy ugyan tudtam, hogy hátrányos helyzetű cigány telepről érkező gyerekek vannak ebbe a kollégium szömében, és felkészültem arra, amit én addig tapasztaltam, hogy ezek a gyerekek viszonylag beszűkült szókincsel, egyszerűen, lehetőleg egyszerűbben kell foglalkozni, vagy fogalmazni, és beszélni hozzájuk, és valószínűleg ők is így fognak, és ehhez képest nagyon-nagyon jól beszéltek. Nem is értettem először, hogy mi az a furcsa, amit nem értek, hogy nem erre számítottam, és egy idő után jöttem rá, hogy de hát szinte értelmiségi nyelvet beszélnek, de akkor már 3 éve ott laktak a kedves házban, tehát hogy azért ez nem egyik napról a másikra történt, de hogy nagyon-nagyon jól beszéltek, nagyon jól fogalmaztak. Ha egymáshoz hozzáfűztek valamit, nagyon figyeltek arra, hogy ne legyen szóismétlés. Tehát én csak néztem, hogy ilyen szókincsel ekkora gyerekek hogy rendelkezhetnek. Aztán, amikor megismertem a módszer lényegét, akkor rájöttem, hogy nagyon-nagyon sok olyan kis játék, kis technika van, ami arra irányul, hogy a beszéd készséget, a szókincset fejlesztem, amit a gyerekek nem fejlesztő foglalkozásként éltek meg, hanem játszottunk. Többször elhangzott a módszer kifejezés, és mindjárt rá fogunk térni erre, de előtte azt szeretném kérdezni, hogy egy korábbi beszélgetésünknél említetted, de ha rosszul emlékszek, akkor javíts ki, légy szíves, hogy a romák nagyon-nagyon ragaszkodnak a gyermekeikhez. Még ha nem is tudnak mindig megfelelő körülményeket biztosítani, de az fontos, hogy ott legyenek és tudjanak róluk. És ezek után mennyire volt nehéz meggyőzni a szülőket, hogy engedjék el oda hozzád? Ez valóban így volt, de ez megint csak annak volt köszönhető, hogy a szülők egy idő után elkezdtek hinni ebben a csodában. Most arra kell gondolni, hogy éveken keresztül, illetve a szülő, amikor iskolába járt, már akkor sem volt sikerélménye az iskolában. Az iskola az egy szükséges rossz, ott nem tud tudást szerezni, mire jó, semmire nem jó. És jöttem én, és elkezdtem elhitetni a gyerekkel azt, hogy igen, te képes vagy, és te tudsz, és te ilyen okos vagy, ilyen ügyes vagy, ebben jó vagy, abban. És minden nap hazavitték ezeket a sikerélményeket a gyerekek, a szülők. És akkor megkérdeztem a szülőket, hogy az gyerekeket, na mit szólt anya, mikor színházba voltunk például, soha nem voltak még színházba. És akkor azt mondta az egyik gyerek, hogy azt mondta az anyukám, hogy ilyen tanárjuk még nem volt a cigánypulyáknak. Na és ez óriási elismerés volt, óriási megbecsülés volt. És én mindig tudatosan törekedtem arra, hogy úgy tanítsak, hogy a gyerek mögött ott állt, ott ült a szülő is az én fejembe. Azt akartam, hogy minden nap vigyen haza valami jót a gyerek. És elkezdtünk
mi nagyon-nagyon sok én erősítő játékot csináltunk, ami arról szól, hogy te vagy a fontos, a te kicsi személyiséged, és én azt meg akarom ismerni, és mindent akarok tudni, ami te vagy, és mindig arra törekedtem, hogy az ő hozott tudásukra építsem, mert csak így lehet erősíteni az kis emberkét. És egy idő után azt vettem észre, hogy a szülők nagyon nagy bizalommal és tisztelettel vannak irántam. És a gyerekekkel elkezdtünk tervezni egy házat, hogy milyen jó lenne, hogyha ott élnénk. A baj az volt, hogy már hétfőn, 9 órakor ezek a gyerekek majd kiszédültek a padból, olyan éhesek voltak. A ruházatuk olyan volt, nagyon-nagyon szegényes. És én a gyerekekkel csináltunk egy álomházat, és ezt mindig hazavitték, hogy ilyen lenne, meg olyan lenne, meg milyen jó lenne. Megkérdeztem a szülőket, hogy mit szólnának, hogyha csinálnánk egy ilyen kollégiumot. És ők azt mondták, hogy mi nagyon-nagyon szeretjük a tanárbácsit, de el nem tudjuk képzelni, hogy a gyerek minden jöjjön haza. Nem akarjuk, hogy intézetbe kerül. Azt hitték, hogy intézetbe kerül. De a gyerekekkel mi tovább szőttük ezeket az álmokat, és egyszer az egyik szülő azt mondta, hogy én elengedem a babit abba a kollégiumba, mert állandóan ezzel nyüstöl. És onnantól kezdve mindenki elengedte. Nézzük meg, hogy milyen. És ha a gyerekek szeretnek ott lenni, hétfőtől péntekig, pénteken meg mennek haza, nem kötelező, aki akar jön, aki akar nem, minden gyerek jött. És olyan jó programot sikerült bevezetni a kedves házba, amiért megéri oda járatni a gyereket. Most már a kedves ház, azóta a kedves házban a szülők sok mindent látnak, de a reményt és a segítséget, mert nem elveszi a kedves ház a szülőtől a gyereket, hanem behozza a szülővel együtt, együtt neveljük. Aktív és aktív együttműködés van, partnerként vannak bevonva a szülők. Családi napok vannak nálunk, ahol mindenki ott van, a kicsi gyerektől kezdve, az egész rokonság, együtt teszünk, együtt játszunk, együtt énekelünk, ünnepelünk. Ha bármi probléma van, azonnal kint vagyunk és megbeszéljük. A remény az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, az egy kulcs szó. Ha remény van, akkor bármi lehet. Ha remény nincs, akkor semmi nem lehet. Ezek a családok nagy része, illetve mindenki, aki a kedves házba járatja a gyerekét, innen indult, hogy reményvesztett állapotban volt. És a mi segítségünkkel, a mi törődésünkkel, azzal, hogy erősítjük őket a szülői szerepükben, hogy igenis te jó anya vagy, igenis te jó apa vagy, mert a lehető legjobbat adod a gyerekednek, és arra törekszel, hogy többre vigye, mint amit te tudtál elérni. Ezek az emberek megerősödtek, küzdőkké váltak, és van hitük, van céljuk. Az a céljuk, hogy a gyereküknek minél többet megadjanak. Margit, azt szeretném tőled kérdezni, nem lesz egy könnyű kérdés, hogy szerinted egy hasonló gondolkozású, temperamentumú, de nem roma származású ember ezt ugyanúgy el tudta volna indítani? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel hogy bennem is többször felmerült már, hogy ha valamit a Péter mondott, vagy gondolt, vagy ahogy csinált, hogy vajon ez attól így működik, mert ő cigány származású, vagy egyébként is, de soha nem tudtam ezt így igazán eldönteni, hogy ez mennyire van összefüggés, de általában úgy zártam le magamban, hogy végülis mindegy. De azt azért gondolom, hogy a cigányságra
valamilyen módon nagyobb mértékben jellemző az érzékenység. Talán a hányatottabb sorsuk miatt, a nehezebb sorsuk miatt érzékenyebbek, és az az ember, aki érzékeny, az azért jó esetben a mások problémája iránt is nagyobb érzékenységet mutat, és emiatt fontosabb talán számukra, de ez sem biztos, hogy így van. Tehát ezek csak ilyen találgatások, mert biztos, hogy nincs két egyforma roma ember sem, meg nincs két egyforma nem roma ember sem, tehát elég nehéz ezt így meghatározni. Igen, talán ez az érzékenység, az egy kulcsszó, amit mondasz, de ahhoz kell szerintem, meg kellett az én életutam, vagy amiből én táplálkoztam, és amit megéltem, de én nem cigányként. Én azt tapasztaltam, hogy az első időben könnyebb volt utat találni a szülők felé cigányként. Mert működik valami, ami, hát sose felejtem az első napot, megérkeztem az autóval, kiszálltam, körbevettek gyerekek, kutyák, szülők, és megkérdezték, hogy maga kicsoda, mit keresi? Mintha azt kérdezték volna, hogy hol jár itt, mint ahol a madár se jár, mert oda nem szoktak ám kimenni, se az önkormányzattól, senkitől. És mondtam, hogy én vagyok az új tanító, én fogom tanítani a gyerekeket szedtem. Maga tanító? Hát de maga cigány. Cigány. Osztanár. Tehát, hogy az első időkben könnyű volt nekem cigányként kapcsolatot teremteni, megtartani ezt a bizalmat, ezt a kölcsönös tiszteletet, meg ezt az egész olyan kapcsolatot, ami mindig fejlődik, na az volt nehéz. Ott már mindegy, hogy cigány vagy nem cigány. Hitelesnek kell lenni. Ismertem én olyan kis, Margo ugyanolyan, nagyon érdekes, ha kimegyünk a telepre, rengeteget terepmunkáztunk az elmúlt időkben, neked mit mondanak a cigányok? Amikor már így pár szót beszélgetünk, akkor azt mondják, hogy magán már nem látszik, hogy cigány. Magán nem látszik, hogy cigány. Már nem látszik. Én is próbáltam válaszolni erre a kérdésre magamba, akkor az jutott eszembe, hogy az érzékenység mellett, ami fontos, az az érintettség, amit te is mondtál, mögött egy lévő életút. Ezt azt gondolom, hogy a kedves tévénézők közül is sokan elmondhatják, hogy az az ember, aki sok nehézséget átél az életbe, és ebből erőt tud meríteni, az sokszor sokkal hitelesebben tud segíteni. Az adás előtt említettem nektek, hogy van egy fogyatékos kislányunk. Nagyon sok olyan esetben, amikor lelkészként ilyen témával keresnek meg, akkor a feleségemhez szoktam irányítani őket, aki nálam sokkal hitelesebben tud ebben segíteni. És ebben nem az van, hogy most melyikünk a jobb lelki gondozó, meg melyik nem erről szól, hanem ő tudja, hogy ez az ember mit élt át. És azt gondolom, hogy egy lelkész azt se veszítheti el soha, hogy tudja, hogy egy arló bűnös ember mit él át, akkor tudja igazán megérteni az embereket. Tehát ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtátok, és azért is kérdeztem ezt, mert tudom, hogy főleg a Nyírség tájáról szoktak betelefonálni roma fiatal emberek, és említetted a reményt, én azt gondolom, hogy a ti életetek, mindaz, amit csináltok, ez reményt adhat nekik, hogy igenis van lehetőségük nekik is kitörni ebből az egészből, és mi másokon segíteni is. Sokszor elhangzott a módszer, én azt gondolom, hogy hát mondjuk nálatok autentikusabb nincs, hogy ezt elmondja, de azért most telefonálnánk egyet. Ez is egy új dolog most ebben az adásban. Fölhívnánk Batári Zsoltot, aki ennek az otthonnak most a vezetője, amíg a kedves kollégáim felhívják őt, és most itt élőben tudunk beszélgetni, addig azt szeretném kérni tőled, hogy egy pár szóba mondd el, légy szíves, hogy meddig voltál a hétköznapi életben is ott az otthonban, és hogy mikortól vezeti Zsolt ezt az kedves házat 1995. október 28-án nyitottam meg, és 2000-ig voltam én a vezetője, és aztán jött a Batári Zsolt,
aki nekem régi kollégám volt még a nevelő otthonban, és mondtam, hogy mit szólnál hozzá. És ő nagyon-nagyon örömmel, Isten, megint csak mit ad Isten, ugye szoktuk mondani, pont ott építkezett a Batári Zsolt, abba a Nyírtelek nevű, akkor még falu volt talán, és hát nagyon-nagyon-nagyon boldogan mondott igent, és azóta vezeti a kedves házat, de inkább mondanám azt, hogy együtt csináljuk, mindannyian, mert szinte heti rendszerességgel ott vagyunk, és segítjük. Mert majd remélem ki fog derülni, hogy nem olyan egyszerű ez a történet, ott 25 gyereket etetni, és ellátni, és a szülőkkel is fog törődni, és mindenre, tehát nagyon-nagyon sok összetevő. Akkor ezt mindjárt elmondja Zsolt, mert itt van a vonalba. Halló! Halló, jó estét kívánok, én Balogh László vagyok a kedves házból. Köszönjük, László! Nagyon jó, akkor nem Zsolt került a adásba, hanem László. László! Igen? László, úgy tudom, hogy nagyon kapcsolódik Péterékhez, és elsősorban Péterhez. Az egyike volt annak a 10 fiatalnak, aki az állami gondozásból oda került hozzá. Mesélnél néhány szót erről az időszakról? Milyen volt Péterrel fiatalkorban ott élni? Jó. 10-en kerültünk állami gondozottak ebbe a házba, ami most kedves házként működik. 10 állami gondozott társammal a Peti bácsi családjához kerültünk. Peti bácsiról azt kell tudni, hogy ő nekünk a nevelőtanárunk volt Berkeszen az intézetbe, és nem akart minket elveszni, hagyni. Így úgy gondolta, hogy magához vesz, és innen jártunk tovább tanulni középiskolába, Nyíregyházára. Nagyon jól éltünk egymással, nagyon jó maradt a kapcsolat. Péter említette, hogy a három saját gyermeke is ott volt, tehát akkor tulajdonképpen egy ilyen 13 gyermekes család volt akkor ez. Így van. Anita még most is, tehát Anita vissza is került, az ő egyszemlánya, édeslánya, ő visszakerült ide hozzánk, itt van állományban, ő is itt dolgozik. És mit jelent az, hogy itt? Akkor László, azt áruld el, légy szíves, hogy te... Én itt vagyok a kedves házban, én most éjszakás vagyok, de itt vannak itt van két kollégám is, a Henny és az Anita, akik ilyenkor este itt maradnak, és különböző programokkal próbáljuk a gyerekeket lekötni. Ma éppen manuális foglalkozás van. Aha, tehát akkor, hogy egyértelmű, a kedves tévénézőknek, tehát Péternél felnőttél, és utána a kedves házban, mint alkalmazott dolgozom. Így van, pedagógus asszisztensként alkalmazott vagyok itt. Aha. Éjszakázom is. Aha. Én vagyok az éjszakai felügyelő. Meg úgy minden, tehát. Aha. Igen, jó zenélsz, azt tudom, láttam néhány helyen. Szoktam zenélni a gyerekekkel. Aha. Ja, hát igen, meg egy mellékes, hogy elővesszük a gyerekekkel a hangszereket. Autentikus hangszerek, gitár, kupa, kanál, kahon, és ezeken játszunk, zenélünk, éneklünk. Aha. Táncot azt éppen az Anita tartja, aki az Everdance egyik tagja volt, a Peti bácsi édeslánya, Lázár Anita. Uh-huh. Ő tánccal foglalkozik, és a drámát is közösen, de leginkább ő, mert neki van erről. Uh-huh. Erre jogosítványa. És akkor László, ha arról mondanál pár szót, hogy hogy telik ott egy hét? Azért ne az egész napi rendet, mondjuk hétfő reggeltől péntek estig, de úgy röviden. Hát megérkeznek a gyerekek hétfőn iskolából. Van egy beszélgetőkör, ez minden áldott nap. Elmondják a gyerekek, hogy mi történt velük a hétvégén, hogyha ez hétfő, majd... az, hogy milyen jegyet kaptak, azután bepakolnak, van egy tanulmányi foglalkozás, kétszer 45 perces tanulmányi foglalkozásunk van, az egyik az 3 órakor van, amikor bejönnek a felsősök, ezek 3-tól 3-4-ig tanulnak, délután pedig szabad foglalkozás, kinek mihez van kedve, a jó idő, akkor kint játszunk, sportolunk, a rossz idő van természetesen idebent, és van egy sportfalunk, amit
rendszeresen újítunk minden héten. És hány gyerek van? Hány gyermek 25, van most? 25. 25 a gyerek létszám, vegyes korosztály, első általános iskolás kortól a... Hát most csak 8-os gyerekeink vannak, tehát középiskolás gyerekünk nincs, de régebben rendszeresen voltak minden évben. Uh-huh. 2, 3, 4, mikor mennyi. Uh-huh. Hát lásd, igen? Meghozzuk 4 órakor a gyerekeket, velük is az alsósokat, velük is egy beszélgetőkör történik, elmondják ők is a dolgaikat, majd aztán egy kis szabadfoglalkozás uzsonna, és utána 5 órától megint jön a következő tanulmányi foglalkozás, amikor is a felzárkóztatás a lényeg, a korepetálás, és még esetleg a nagyoknál, akik még nem fejezték be a tanulmányaikat, azt a tanulást folytatják. Este pedig különböző programok. Uh-huh. Kedves tévézünk, táncolunk, zenélünk, számítógépen lehet játszani, facebookozni, tanulni. Igen, a közösségi hálón szoktam látni, milyen sokfele szoktatok kirándulni. Ajánlom is a kedves tévénézőknek, hogy érdemes a kedves házat fölvenni a kedvencek közé. Nagyon sok vidám jó képet lehet látni. Hát nagyon szépen köszönjük, László, hogy itt voltál velünk, és így 250 kilométer távolságból elmondtad mindezt. További Istentől áldott szép estét kívánok nektek. Köszönjük, és viszont kívánjuk Önöknek is, és a kedves tévénézőknek is. Köszönjük, Isten áldjon, szervusz. Isten áldjon. Köszönjük szépen, ez a technika varázsa, hogy végül nem Zsolttal beszéltünk, hanem Lacival, de nagyon örülünk neki. Van nekünk még két bejátszásunk, ne csak mi beszélgessünk itt egymás között, megnézzük, hogy mit mondtak emberek arról, hogy látják, hogy akár a roma fiataloknak az életében milyen szerepe lehet az oktatásnak. Ezt fogjuk majd megnézni. Amíg a kedves kollégáim ezt előkészítik, egy gyors kérdés feléd. Milyen arányban vannak roma és nem roma gyerekek? Mert ez egy fontos kérdés, hogy azért csak roma gyerekekkel foglalkoztak, vagy ez nyitott mindenki? Nagyon érdekes, hogy alakul ez az évek folyamatában. Amikor kezdtük, akkor szinte csak cigány gyerekek voltak a kedves házban. Azok a gyerekek, akiket én tanítottam az iskolában. És ahogy teltek az évek, egyre inkább lettek nem cigány gyerekeink is a kedves házban. Most 60%-ban nem cigány gyerekek vannak a kedves házban. Érdekes dolog ez. Az fontos, hogy mindannyian hátrányos helyzetűek. Uh-huh. Tehát akkor a fő szempont az, hogyha... A kedves háznak az a funkciója, hogy ne legyen rá szükség. Ha 20 év távlatában nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy több mint 100 gyereket már nevelt a kedves ház, vagyis azok a gyerekek, akik az első generációban indultak a kedves házban, első generációs gyerekek voltak, ők már szülők. Uh-huh. Ők már nem adják a kedves házba a gyereküket, mert azt mondják, hogy mi nagyon szeretjük a Peti bácsiékat, meg nagyon hálásak vagyunk a kedves házért, de én akarom látni, hogy elment a gyerekem iskolába, én akarom neki mindazt megadni, amit a kedves házban megadtak nekem. Ha az Úristen helyében lennék, akkor már tudnám, hogy mivel ajándékozzalak meg titeket az életetek végén. Levetíteném azt a filmet, hogy ez a 125 gyerek, ez milyen életet élt volna nélkületek, és miért élt így. És azt gondolom, hogy óriási a kontraszt. Most két bejátszás következik. Megnézzük először az elsőt, és akkor azt kérem, hogy reagáljatok rá egy pár mondatba, jó? Tehát mi a véleménye a roma kérdésről az oktatásban és az egyházi oktatásban? Ezt nagyon egyszerűen össze tudnám foglalni, tanulni, tanulni, tanulni. Nekünk is tanulniunk kell az ő kultúrájukat és az ő beilleszkedésüket, de úgy gondolom, hogy nekik is tanulniuk kell azt, hogy tudnak beilleszkedni közénk. Az egyháznak nagyon fontos szerepe van ebben a tanításban, megszólítani a romákat, elhívni őket, gyülekezetben befogadni őket, és azokra a kérdésekre, ami őket igazán foglalkoztatja, a munkanélküliség, a lakhatási kérdés, illetve azok a fő kérdések a bűnözéssel kapcsolatban, az előítéletek,
ítéleteknek az eltörlését. Tehát az, hogy az emberek között az utcán ne legyenek előítéletek, és így ezt kell tanulniuk nekik is, és nekünk is. Ebben az egyháznak borzasztó fontos szerepe van, abból a szempontból, hogy azok a roma emberek, akik gyülekezetben vannak, akik eljönnek, azokat az embereket megfelelő módon megszólítsa, ezekről a problémákról beszéljenek velük, illetve azok a közösségek, akik között jelentősebb számú roma van, azokkal együtt tudjanak működni mind a gyülekezeten belül, mind kint a gyülekezeten kívül is. Rövid hozzászólás volt, de nagyon sok minden volt benne, és előkerült az a kérdés, ami már itt több adásban is terítéken volt, hogy a romák hogy tudnak beintegrálódni egy-egy gyülekezetbe, és tudjuk, hogy egyre több egyház igyekszik megszólítani őket. Erre van egy jó példa ott a ti közeletekben is, Györfi Mihály lelkész úr, aki tényleg egy példamutató munkát végez, de az egész magyar társadalom kezd rádöbbenni arra, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy ne egymás mellett, egymás ellenségeként éljenek magyarok és nem magyarok, hanem egyek legyenek, és hát van erre jobb hely, mint egy gyülekezet. Tehát ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. És amiről szó volt, hogy itt le kellene a falakat bontani, hát nagyon remélem, hogy a kedves tévénézők ebbe élen járnak, akár Soprontól egészen Nyíregyházáig, vagy Békés Csabáig, és remélem, hogy nagyon sok olyan gyülekezet van, ahova a roma emberek be tudnak menni, és nem abban van részük, mint talán az országnak más részén, vagy más területein. Igen, én is azt gondolom, hogy ezt, ahogy a... Kamrát Tamás volt a kispesti gyülekezetnek elmondott, hogy a lényeg az, hogy mind a kettőnknek akarnia kell ezt a dolgot. Tehát akarni kell a romáknak, és akarni kell a nem romáknak. Ez egy nagyon-nagyon fontos megállapítás. A másik, hogy lehetőségek kellenek, ahol ez az akarat megmutatkozik. Az egyházaknak, mindenféle egyházra gondolok itt, akik a roma embereket megszólítják, óriási szerepük van. Azt látjuk kicsi falvakban, mi mondjuk főleg Szabolcsban, de máshol is, ahol jártunk, hogy azok a roma emberek, akik meg vannak szólítva, akik lelki táplálékot kapnak, azok sokkal-sokkal könnyebben megnyerhetők, és sokkal-sokkal jobban tudnak boldogulni. Azért ugyanazt képesek csinálni, mint mi a kedvesek, a reményt. Tehát a reményt adni ezeknek az embereknek, onnantól, hát rengeteg olyan ember tudnánk mondani, aki ezért vagy amiatt, hogy megtért, hogy valahová tartozik, leszokott a játékgépezésről, a drogról, gyógyszerről, és teljesen más irányt vett az élete. Hogy hihetetlenül fontos a lelki támasz, és ebben az egyháznak óriási szerepe van. Igen, én is ezt tapasztaltam, vagy ezt így közösen mondhatom, hogy tapasztaltuk, hogy olyan, hát mondhatni személyiségváltozást lehetett felfedezni embereken, hogy korábban alkoholista volt, minden pénzt elivott, ütötte-verte valaki a családját, és attól, hogy teljesen új értelmet nyert az élete, és egy új körhöz tartozott, ahol meg akar felelni, ahol a szabályok fontosak voltak, ahol belsővé váltak ezek a szabályok. Nemhogy nem volt agresszív, hanem már a legkisebb csúnya beszéd is bántotta a fülét, tehát hogy egy teljes 180 fokos fordulatot volt képes egy-egy ember a szemünk láttára tenni,
amit én nem is tudom, hogy más, hogy milyen módon lehetett volna ugyanezt a hatást elérni, de ez nem egyedi eset volt. Anyukákat láttunk, apukákat láttunk, családokat láttunk felépülni, talpra állni úgy, hogy akár valamilyen gyülekezet, akár saját maguk alakítottak, olyat is láttuk, hogy egy falu szinte saját maga, jó, nyilván valamelyik egyháznak a hívó szavára, de hogy maga a közösségnek a vezetője is már egy idő után közülük került ki. Igen, többször be szoktak telefonálni ilyen házi csoportokból, ahol roma emberek összejönnek, imádkoznak, és tényleg életek változnak meg. 3-4 perc van az adásból, sok mindent már nem tudunk mondani, de amit kérdezni szeretnék, ha ezen a mezsén elindultunk, akkor jól gondolom, ugye, hogy ha van egy ilyen ember, aki ütéveri a családját, alkoholista, játékgépezik, roma emberként, de nem romaként is, nem biztos, hogy az a legjobb út, ha oda megy hozzá valaki, és azt mondja, hogy térj meg, vagy elkárhozol, hanem ez, amit mondtál, a remény, ami igazából a roma embereknek, de ahogy említettük már lassan, az egész magyar társadalomnak az egyik legnagyobb ajándék, hogy le lehet élni ezt az életet másképpen is, mint hogy az ember végig görcöli az életét, nyögi az adósságokat, végig szenvedi, és ezt látják ma már a gyerekek is. Tehát én ezt köszönöm, hogy elmondtad, hogy mindazok a dolgok, és ez az egész magyar társadalomnak és talán a politikának is egyfajta kudarca, hogy nem az lett, hogy a romáknak a problémái egyre kevesebb lettek volna, hanem egyre több nem roma is ugyanazokat a gondokat és problémákat éli át. Tehát ugyanúgy átélik azt, hogy anyagilag reménytelen a helyzetük, ugyanúgy átélnek nagyon-nagyon sok mindent. Vannak szegregátumok, amiket már azért is nem neveznek többek között cigánytelepnek, mert a lakosság fele, vagy közel fele már nem cigány származású, ami egy korábbi cigánytelepnek a kinövése, vagy túlnövekedése révén jött létre. Magyarországon több ilyen is van. Mm-hmm. És életvitel szempontjából ugyanazt a stílust folytatják, teljesen mindegy, hogy cigány vagy nem cigány, iskolához való viszony ugyanolyan, mm-hmm. nem. És akkor mielőtt befejeznénk, nagyon, nagyon gyorsan, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne ezzel a szomorú hangulattal érjen véget, hogy de, hála Istennek, van lehetőség megtérni, vannak egyházak, és van kedves ház. És van kedves ház pedagógia. Kedves ház pedagógia, így van. Ha most ezt kellene a kedves tévénézőknek valahogy közel hozni, vagy nem jó, hogy felszólítani őket, de megkérni őket, hogy propagálják a saját környezetükbe, akkor mit tudnátok mondani, milyen gyakorlati segítséget tudtok felállni? Nézd minket mondjuk egy polgármester, vagy egy olyan ember, akinek ez egy lehetőség. Hol tud titeket elérni, hogy tud ilyet elindítani? Ha van egy üres iskolaépülete, kollégiumépülete, szeretné életen megtölteni, akkor mit lehet tenni? Erről mondjatok még egy pár szót. A kedves házat, hogyha valaki beírja a Google kereső programba, akkor nagyon sok mindent talál erről, többek között a mi elérhetőségünk is, és a kedves ház kollégium elérhetősége is rajta van. Tehát szoktak is minket így megkeresni, akár polgármesterek is, vagy civil szervezetek, akik ilyesmibe gondolkoznak. Mi itt nagyon szívesen mindenkinek segítünk. Péter azt mondta, hogy azért dolgoztok, hogy ne legyen rátok szükség, de azt, hogy ne legyen rátok szükség, először nagyon sok ilyen nagyon kéne. Nagyon sokat kell ezen dolgozni. Pontosan én is azt akartam mondani, hogy a kedves ház az egy magyar dolog. Nem kell kimenni külföldre, nem kell behozni, nem kell kitalálni, készen van 20 éves munka gyümölcse. Szakirodalom van hozzá, szakemberek vannak hozzá. A kedves ház pedagógia minden iskolában, minden óvodában használható, nem csak cigány gyerekekhez. Mert hogy arról szól, hogy neked pedagógusnak előbb meg kell tanulnod a gyereket, mindenféle gyereket, aki azért van ott, mert te tanítod őket. A második dolog, hogy meg kell ismerned azt a mást, azt az eltérőt, azt a hozott tudást, ahonnan jön a gyerek.
És a harmadik pedig, hogy hidat kell építeni a család felé, mert csak akkor lehet eredményes, hogyha ott tudod magad mögött a szülőket. Na, ezekhez nincsenek Magyarországon hiteles, gyakorlati módszertanok. A kedvesház pedagógia pedig ezt tudja, és több mint 4000 pedagógus használja ezeket a módszereket, óvodákban, iskolában. Most kerestek meg Törökszentmiklósról, Ózdról, Tiszavasváriból, hogy kedves házakat csináljunk, és kedves ház programot vigyünk be az óvodába, iskolába. Ez ugyanis a jövő. Nincs más út. Köszönjük szépen, ez egy nagyon jó végszó volt. Azt mondta Péter, hogy hidat kell építeni. Én nagyon remélem, hogy ez a két adás, ahol együtt lehettünk Margittal és Péterrel, ez egy ilyen hídépítés lehetett. Keressük őket bátran, és egy picit hozzá tudtunk járulni, hogy ilyen lelkületű emberek legyenek az országban, és minél több kedves ház, akkor azért hálásak vagyunk az Úristennek. A jövő héten szeretettel várjuk újra önöket, a viszontlátásra. Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon áttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak.